Ez itt a Boomcast Shorts Balogh Dáviddal. Vészesen közeleg a november vége, és ezzel a Black Friday időszak is. Úgyhogy gondoltam, csinálok egy adást arról, hogy mit ne csinálj, hogyha te is futtatsz Black Friday kampányokat. Ehhez először is nézzük meg azt, hogy milyen egy átlagos Black Friday kampány a legtöbb webshopnál. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan egyszerűen csak hirdetnek egy pár napig és kész. Tehát ez az alap, hogyha valaki csinál Black Friday kampányokat, hogy futtat hirdetéseket, amíg megy a kampány, esetleg egy-két nappal előtte már elkezdi, és kész. Ez azért probléma, mert ebben az időszakban a leges legdrágábbak a hirdetések. Ugye minden online hirdetési csatornánál van egy nyers költsége annak, hogy mennyibe kerül elérned az embereket. Tehát az, hogy te látsz mondjuk a Facebook felületén olyat, hogy egy konverziót, egy vásárlást, 3000 forintból értél el, az egy másik szám, az egy konverziós szám, de van egy olyanunk, hogy CPM, ez a cost per mill, az ezer ember elérésére jutó költség, ami idézőjelben az adott platformon ez a nyers értéke annak, hogy mennyi pénzért érhetünk el embereket. Tehát, hogyha a CPM, most mondok valamit, 500 forint egy felületen, az azt jelenti, hogy 500 forintot kell elköltened ahhoz, hogy ezer embert elérj. Ez persze nem lehet ilyen fixen kijelenteni, hogy ez ennyi vagy annyi, mert függ nagyon sok mindentől, például attól, hogy kiket célzol meg, ki az a tömeg, ki az a réteg, aki kell, és az ő figyelmükért hányan versenyeznek. Hogyha megcélzol egy tömeget, mondjuk a nem tudom, kismamákat, és az ő figyelmükért mondjuk alapból 500 forint az elérési költségük, de az ő figyelmükért versenyeztek 200-an egy adott időpontban, akkor ez a költség simán lehet 1000-2000 forint is, vagy akár még több. És amikor ilyen nagyobb kampányidőszakok vannak, Black Friday, karácsony, ugye karácsony, nem tudom, előtt, utána lévő egy-két hét, tehát akár a december hónap is elég magas szokott lenni, de november vége és december vége az a kifejezetten drága időszakok, aztán január, február, március pedig kifejezetten olcsó időszakok, amikor mindenki kampányolt, mindenki elfáradt, mindenki kiköltekezett, és ugye visszavágják a hirdetéseket. Szóval, ha te is úgy csinálsz egy Black Friday kampányt, hogy hirdetsz, jelen vagy, aztán leállítod, és kész, az azért baj, mert a leges legdrágább időszakban fogsz hirdetni, tehát eleve sokkal kisebb az esélye, hogy jó megtérüléseket érsz el. Aki kicsit szofisztikáltabban dolgozik, az már esetleg használ más csatornákat is. Kiküld egy pár e-mailt, esetleg SMS marketing esetleg a weboldalára is kiteszi pop-up formájában, banner formájában, teljesen mindegy, de több felületen is kommunikál és irányítja oda az embereket. Viszont itt még mindig az a helyzet, hogy túl nagy a zaj. Tehát, hogyha a Black Friday kor küldesz e-mailt, akkor csak beérkezel a száz másikba, akik ugyanúgy Black Friday kor küldenek e-mailt. És ha nincs egy erős vásárlói közösséged, nincs egy erős márkád, akkor nem nálad fogják keresni azt a termékeket. És itt arra gondolok, hogy mondjuk nem tudom, akarok venni majd két új mikrofont a podcast stúdióhoz, akkor tudom, hogy honnan vásároltam eddig, és figyelni fogom, hogy náluk milyen akciók vannak. Viszont ha nincs meg ez a kapcsolat, nincs meg ez a korábbi tapasztalat, nem vagyok elégedett velük, akkor nem azt fogom nézni, hogy ők mikor akcióznak, hanem meg fogom keresni, hogy hol a legolcsóbb Black Friday napján, és onnan fogom megvenni. Tehát én azt javaslom, hogyha már csinálsz Black Friday kampányokat és foglalkozol vele, időt és energiát fektetsz bele, akkor csináld azt igazán jól. És ezért szoktam azt mondani, hogy érdemes korábban kezdeni, akár napokkal, hetekkel korábban, amikor felvezeted ezt az egész kampányt, és ennek nem az a lényege, mint amit az az csinált egy időben, hogy Black Friday van egész évben, vagy nem tudom fél éven keresztül, hanem nem kell még itt arról kommunikálni, hogy Black Friday nem is kell kiejteni ezeket a szavakat, egyszerűen csak szerezd meg a figyelmet. Gyárts tartalmakat, hirdesd meg őket. Ugye tartalommal akár cikkek, videók, podcast adások, hogyha tudsz ilyeneket, nagyon olcsón lehet forgalmat elérni velük. Hogyha esetleg nem tudsz ilyeneket gyártani, akkor csinálhatsz mondjuk videós kreatívokat. Összevagdosol stock videókból, vagy akár saját videókból, termékvideókból, terméktesztekből, összetudsz vágni olyan rövidebb, hosszabb videós hirdetéseket, amivel nagyon olcsón tudsz szerezni megtekintéseket, még abban az időszakban, amikor nem drága eleve ugye hirdetni, és amikor jön a Black Friday, akkor már csak a remarketing listára kell hirdetned, ami egy sokkal kisebb, sokkal előszűrtebb lista. De olyat is csinálhatsz, és ezt is nagyon sok helyen alkalmaztuk és alkalmazzuk idén is, hogy feliratkoztatod az embereket egy kifejezetten dedikált Black Friday listára, létrehozod egy folyamatot, egy optin oldalt, mögé egy e-mail automatizmust, behirdeted és behozod őket, magyarul megszerzed a figyelmet, előmelegíted őket, ezt úgy emlékszem az Emacs szokta csinálni minden évben, hogy hamarabb lekommunikálja, hogy lesz, iratkozz fel, és akkor te az elsők között láthatod meg a, a különböző díleket, lehetőségeket. Tehát ez is egy tök jó dolog annak az elkerülésére, hogy akkor Keljen elérni minden embert, amikor mindenki hirdet, és amikor akár két-három-négyszerese a hirdetési költség, mert te hamarabb hirdetsz, hamarabb behúzod őket, és e-mailben ugye már nincs extra költséged, jó persze a lista méretétől függően változik a költséged, de behúzol 5000 embert, csak mondtam egy számot, és az, hogy nekik egy e-mailt küldesz, vagy 17 e-mailt küldesz, az már egy másik kérdés, és teljesen ingyenes, nincs extra költséged ilyen téren. Remélem ez a pár ötlet így már segít elindulni az úton, és tudsz te is kitalálni jobb, profib, szofisztikáltabb Black Friday kampányokat. Viszont, hogyha további segítségre lenne szükséged, akkor október 17-én, hétfőn fogok tartani egy ingyenes webinárt, ahol bemutatom, hogy mi milyen Black Friday kampányokat szoktunk építeni. Itt tényleg lépésről lépésre részletesen be fogom mutatni azt, hogy milyen kampányokat gyártunk lesz majd a végén egy kérdezfelelek, felteheted a kérdésedet, megválaszolom, és tényleg teljesen ingyenes, tehát semmiféle kötöttséggel nem jár. Úgyhogy beteszem az adás alá azt a linket, ahol feliratkozhatsz, és hogyha akkor hallgatod ezt az adást, amikor kijön, vagy rá pár napra, akkor még lesz lehetőséged meghallgatni ezt a webinárt. És ennyi lett volna a mai Boomcast shorts. Ne felejts el feliratkozni a csatornánkra, és érdemes belépni a zárt Facebook csoportunkba is, ahol akár személyesen velünk is beszélgethetsz, de kérdéseket is tehetsz fel, és a közösségünk tagjait is megtalálod. Gyere és csatlakozz hozzánk a boommarketing.hu per FB csoport linken keresztül.